A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Dunchurch Aid és a Velux alapítványok támogatásával bemutatja a Tandem programot. A programok 2012 utolsó negyedévében indultak el, és egészen 2014 évvégéig fognak tartani. Közel 180 millió forintunk volt arra, hogy három szociális és fejlesztő központunkat, Miskolc, Orosháza és Szolnok, ahol Csehdok átmeneti otthona működik, fejlesztük. Több eleme volt ennek a programnak. Az egyik, ami fontos volt, az a gyerekeknek a fejlesztése. A másik területünk az a munkaerőpiaci tanácsadó szolgáltatásoknak a bővítése. A harmadik pont pedig a krízis helyzetbe került családoknak a segítése. Azért kerestem fel a segélyszervezetet, mert a párom bántalmazott minket 7 éven keresztül, és betelt a pohár. Mertem lépni egyet, és nagyon örülök neki, hogy a segélyszervezethez kerültünk, mert végig fogták a kezünket, amíg ott voltunk másfél éven keresztül. Sőt, még a másfél év után is fogják a kezünket, a mai napig úgy érzem. Többféle segítséget kaptam a segélyszervezettől, például munkaerőpiaci tréningen vettünk részt, ezen kívül tanszertámogatást, a munkába való járáshoz bérlettámogatást, és a mai napig a kisfiamnak például a szemüvegét úgy tudtam megvenni, hogy támogatták. A Tandem programot 2012-ben kezdtük el. Vannak olyan programelemek, amelyeket már korábban is végeztünk. Az egyik ilyen a 2007-ben kezdődött gyermekfejlesztési programunk volt, a másik pedig a 2009-ben megvalósított munkaerőpiaci fejlesztés. Ez utóbbiból nagyon sok program elemet fejlesztettünk tovább a Tandem programban, annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű munkavállalók minél hamarabb el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon. Nagyon fontos volt számunkra, amikor munkaerőpiaci fejlesztésről beszélünk, hogy az átmeneti otthonokban élő szülők számára egy olyan programot tudjunk megvalósítani, ami tényleges segítséget nyújt abban, hogy tudjanak változni, hatékonyabbak legyenek a munkaerőpiacon. Ennek nagyon nagy eredményét látjuk, hogy közel a munkakeresőknek az 50%-a ténylegesen munkát talált, és elmondható az is, hogy a 80%-oknál látunk pozitív elmozdulást abban, hogy komolyabban veszi az álláskeresést, és még egy hatalmas eredmény van, hogy ki tudtunk alakítani olyan tevékenységet, gondolok itt a Szolnoki Varroda klubunkra, ami arról szól, hogy a munka világába hogyan kell visszavezetni azokat a szülőket, akik lehet, hogy már 5-10 év óta semmilyen rendszeres tevékenységet nem végeztek. Elkezdjük kialakítani a második cipzárunknak a helyét. Ez az a fajta cipzár lesz, amit a nadrágokba szoktak varni. Ez a tanfolyam azért hasznos, mert az édesanyák olyan készségeket, képességeket tudnak elsajátítani ez alatt a néhány alkalom alatt, amely a munkaerőpiacon képesebbé teszik őket a munkavállalásra. Azon túl, hogy a varrás alapjait elsajátítják, kialakul egy olyan napi rend, amely a későbbiekben nagy segítségükre lesz. Minden igyekezetünk arra irányul, hogy a támogatottak felelősséggel kezeljék a mi segítségünket, és a felelősségüket tettekkel is kifejezzék. Tehát ez egy kölcsönös együttműködés, amikor az egyik fél, az adományozó fél azért felel, hogy a lehető legjobban használjam fel azokat a támogatásokat, amit mi kapunk, akkor a másik félnek, aki megkapja ezt a támogatást, neki az a felelősség, hogy a teljes tudását, az összes képességét arra használja, hogy a legjobban megvalósítsa azt, amit mi szeretnénk tőle kérni. Hatalmas eredménynek tekintjük azt, hogy Miskolcon megnyílhatott egy humán erőforrás központ, teljesen önálló tanácsadókkal. Most már látjuk azt, hogy ezt a programunkat valószínűleg a következő években is tovább tudjuk majd vinni.
segélyszervezet által működtetett igen humán erőforrás központban azokat a 18 és 35 év közötti álláskeresőket várjuk, akik szeretnének fejlődni munkaerőpiaci céljaik elérése érdekében. Különböző személyiség és készségfejlesztő tréningekkel és egyéni tanácsadásokkal tudunk hozzájárulni ahhoz, hogy önállóan és hatékonyan tudjanak állást keresni. Az elmúlt egy évben közel 100 álláskeresővel dolgoztunk, és a bevont ügyfelek több mint 50%-a elhelyezkedett egy fél éven belül a munkaerőpiacon. Ami fontos és szerintem nagyon-nagyon jó dolog, hogy nem engedjük el az álláskeresők kezét attól a ponttól, ahogy megkapják a munkaszerződésüket, hanem utána is kapcsolatban vagyunk velük, és segítjük őket továbbra is a problémáik megoldásában. Nagyon hasznosak voltak ezek a foglalkozások. Nagyon nagy erőt kaptam, ki tudtam egyenesedni. Már emelt fővel is tudok járni. Találtam is munkahelyet. Hát nem régóta, de 2 hónapja dolgozom, de azóta hát teljesen más lettem. Nem vagyok már olyan búval bélelt. Szóval hasznos az, hogy dolgozom, mert az ember úgy érzi magát hasznosnak, hogyha tesz valamit. Köszönöm azt a sok biztatást, amit kaptam, mert enélkül nem ment volna. Egy labor igazából nem labor, de olyankor újra visszahívjuk a beteget, vagy nagy laborba küldjük el, vagy pedig új begyből mérünk megint vércukorértékeket. Az orvosházi családok átmeneti otthonának a tandem programján belül van egy pályorientációs programelem, és ezen belül most egy karriernapot tartunk, ami igazából egy élő könyvtár, az a lényege, hogy a fiatalok, akik pályadöntés előtt állnak, minél több fajta foglalkozással megismerkedhessenek, és nagyon reméljük, hogy ezzel segítjük a pályadöntésüket. Orosházán a tandem program keretén belül nagyon kiemelt szerepet játszik a pályorientáció, igazából azért, mert azt tapasztaljuk, hogy az intézményben lakó gyermekek kevésbé motiváltak a továbbtanulásban, illetve munkára. Ez igazából azért is lehet, mert a szülőktől nem látják azt a mintát, illetve nem kapják meg azt a segítséget, mivel a legtöbb szülő munkanélküli, és ezért fontos, hogy mi ezzel célirányosan foglalkozzunk ezzel a kérdéskörrel velük. Tandem program lehetőséget adott egyfajta tehetséggondozás beindításához is. Ennek keretében zenei és mozgásterápiát végzünk itt a kisgyermekekkel, ami kifejezetten közkedvelt a gyerekek körében, hiszen mint tudjuk, a zene képes megnyugtatni, elvarázsolni, a mozgás pedig önfeletté teheti a gyerekek mindennapjait. Ez egy zenei jellegű foglalkozás. A gyermekekkel az a cél, hogy megismertessük a zenét, újabb zenei élményekkel gazdagítsuk tudásukat, és segítsük az ő kis lelki fejlődésüket. Hogy fújja? Most próbálj meg, hátra is fújja! A tandem programban nagyon sok mérőszámot használtunk, itt nagyon sok célunk volt. Az egyik az, hogy akiket bevontunk gyerekeket a szolgáltatásokba, ott mindenféleképpen az ő készségeik változzanak. Amikor ők iskolába, óvodába kerülnek, akkor ne küzdjenek magatartászavarral, ne legyenek tanulási problémáikat. Ezeket a folyamatban végig mértük, és elmondható az, hogy bizony a gyerekeknek a 80%-ánál pozitív változásokat tudtunk elérni. Jól megtekergetjük a fejünket a nyakunkon, hogy a bukfencezéshez felkészüljön. A mozgásfejlesztés a tandemprogram keretében fontos szerepet tölt be Szolnokon is. Ennek egyik fontos momentuma a Kulcsánél féle komplex mozgásterápia. Ez az idegrendszeri életlenségre
annak fejlesztésére alapul ez a terápia, és 5 éves kortól akár felnőtteken is végezhető. És ebben a tornaszobában napi rendszerességgel végzik ezt a kb. 20 perces gyakorlatsort. Ez kb. 6-8 hónapon belül várható a gyermek teljesítményében, magatartásában, viselkedésében változás. Nézzük meg az elsőt, ez micsoda? Fés. Fésű, nagyon ügyes vagy. Hol találod meg itt a fésűt? Ez nagyon fontos fésű. Miskolcon a Tandem programon belül, hogy a hozzánk érkező és az otthonba beköltöző gyerekek esetében mindenképpen készítsünk egy bemeneti mérést, amiben világossá válik az, hogy milyen a gyereknek a részképessége, milyen a gyereknek a ruházata, a felszerelése, milyen a gyereknek a beszédkészsége, és ezt követően láthatóvá válik az, hogy miben gyengébb, és miben szorul még támogatásra. A Tandem programon belül a 3 és 18 év közöttiek tartoznak a célcsoportunkba, és amikor megvan az a terület, hogy miben kellene még segíteni az adott gyermeket, akkor felveszük a kapcsolatot a szakemberekkel, és elkezdődik az a folyamat, ami a játékon keresztüli tanulást foglalja igazából magában, aminek a vége egy kimeneti méréssel zárul, és ebben tudjuk igazából azt a hatékonyságot mérni, hogy honnan, hová jutott a gyereknek az a terület, amiben szerettük volna segíteni őt. A tapasztalatok azt mutatják, hogy egy körülbelül 20%-os fejlődés érhető el, viszonylag rövid időn belül, de mindenképpen egy körülbelül 6 hónapot magában foglaló fejlesztési időszakban. Összesen 5 kuponom van most. Hogyha sok kupont összegyűjtünk, akkor be lehet váltani pörgántyűre, hűsre, naptárra. Be lehet váltani, mert egyszer volt olyan is, hogy felírtuk egy lapra, hogy ki mit kér, ilyen füzet volt, szervuza, toltartó, szappan, ilyesmik. Általában a hátrányos helyzetű emberek mindig azonnali eredményeket, azonnali sikereket várnak el. Ezért hoztunk létre egyfajta kuponrendszert. Ez arról szól, hogy amikor részt vesznek valamilyen tevékenységben, gyerekek korrepetálásban, táncterápiában, mozgásterápiában, szülők munkaerőpiaci fejlesztésben, pszichológiai tanácsadásban, akkor ők kapnak egy-egy kupont, amit gyűjthetnek. És később pedig be tudják váltani valami olyanra, amit ők szeretnének. Itt fontosnak tartjuk azt, hogy nem mi gondolkozzunk azon, hogy mit szeretnének kapni, hanem mindig megkérdezzük a szülőket és a gyerekeket is, hogy mi az álmuk. Mert azt gondolom, hogy ha megvan az álom, akkor tudnak azért eredményt tenni, és önszántukból akarnak majd akár a korrepetáláson is részt venni, ha kell nap, mint nap. A Tandem programnak az eredményeit mindenféleképpen tovább szeretnénk vinni. Nagyon fontos, hogy ez a fajta elv, ez meg tudjon jelenni a mai magyar szociális ellátórendszerben. Amikor jogokról, amikor kötelezettségekről beszélünk, akkor lássuk azt, hogy ez csak partneri viszonyban működőképes. Már most vannak olyan tárgyalásaink, elképzeléseink, javaslataink a minisztériumok felé, hogy igen, nagyon fontos az, hogy ezek az apró eredmények meg tudjanak jelenni, sőt azt is mondom, hogy kötelezővé váljanak családok átmeneti otthonaiban, azokban az intézményekben, ahol emberekkel foglalkozunk.